arra gondoltam, hogy egy egyszerűbb kérdéssel kezdjük el ezt a komplex témát. Szerintetek ki fog halni a magyar nyelv? Ez az egyszerűbb kérdés. Én ennyivel gondoltam reflektálni egy elsőre, ti is mondjatok már, légy szíves valamit. Nem. 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 Oké, én is azt mondom, hogy nem. Bővebben? Benjamin? Úgy tűnik, hogy az egész emberiség ki fog halni, úgyhogy nekem nincsenek kétségei. Hát köszönöm szépen. Akkor ez a válasz. Akkor meg vagyok a válaszsal. Egy ilyen gondolatkísérletre invitálnának titeket, hogy tegyük fel, hogy az emberiség megmarad, de a magyar nyelv kihal. Milyen érzések vagy gondolatok támadnak bennetek így ennek az alternatív jövőnek a kapcsán? Hát ami YouTube-on fent van rólam, azt már nem nagyon fogják nézni, és ez kicsit fáj. De közben az valahol új lehetőség is, nem? Hogyha ha ez megszűnik, és akkor jön helyette valami. Tehát, hogy én az izgalmát is látom ennek, de persze ezt nem lehet kimondani, mert akkor elvágják a torkom, hogy mégis milyen ocsmány hazaáruló gondolataim vannak. Meg nyilván megvan a maga drámája is, azért kényelmetlen, hogy amit most itt beszélünk, meg a következő 40 percben, ami elhangzik, az ott teljesen értelmezhetetlenné válik. Ilyen szürreális kép a fejemben, azt hiszem. Én nem tudom elképzelni, mert nem leszek ott. Vagy jó esetben, of course. És így magyarul. És hogyha tényleg kihal egy nyelv, nem az, hogy vannak nagyobb gondok, de lehet, hogy nem lesz annyira mérehatóan fájdalmas, mert azzal lesznek elfoglalva, vagy leszek, vagy lesznek, hogy nem tudom, egyenek, vagy valami, és lehet, hogy a fontosságát az a fajta kommunikáció elveszti. Ha egy nyelv kihal, úgy kell neki. Azt hiszem, hogy nekünk azon kéne fáradozni, hogy ne halljon ki. Amúgy nem fenyeget különösebb veszély, mert a magyar korán sem kicsi nyelv, rengetegen vagyunk, akik magyarul beszélnek. Már hát nyilván tisztázni kell, hogy mi a magyar beszéd. Nem hiszem, hogy ez fenyeget. Mondtad, hogy nem gondolod, hogy ki fog halni szerinted, és azt is említetted, hogy azon kell dolgoznunk, hogy ne halljon ki. De miért fontos megőrizni a magyar nyelvünket vajon? Ezek evidenciák. Valójában természetesen semmi se fontos. A magyar nyelv is, hogyha eltűnik a világból, akkor az tovább fog forogni a föld a tengelyek körül, és a csillagok is nagyjából a helyükön maradnak. Engem nyilván szomorúsággal töltene el ez a dolog, de akkor már nem fogok élni. Rengeteg nyelv kihalt. Tegnap találkoztam egy nagyon komikusan félreértett latin idézettel, és ennek kapcsán este eltöprengtem középiskolás latin tanulmányaimon, és rengeteg memoritert, meg emléket felidéztem. A latin az káprázatosan szép nyelv. Elképesztően gazdag és bonyolult, cikornyás, csodálatos nyelv. Most az, hogy kihalt vagy nem halt ki, azon lehet vitatkozni. Kihalt, hiszen a kutya se beszéli. Ugyanakkor nem halt ki, mert máig oktatják gimnáziumokban, nyilván nem mindegyikben, és nyilván nem teljes osztálylétszámnak, de hát valahogy azért csak létezik. A tudományban, az állatok és növények elnevezésében ott lüktet a latin. Nem tudom, mi a kihalás. Nyilván kihalt a sumér, meg az akkád, meg ezek az ókori nyelvek, de fel lehet őket idézni, ezen sokan dolgoznak. Fantasztikus eredményekkel. Van egy pasas, egy brit nyelvész, aki tud beszélni ezeken a nyelveken. Valahogy rekonstruálták, hogy szólnak. Szóval nem tudom, mi az, hogy kihalás. Nyilván le lehet egyszerűsíteni arra, hogy van-e ország, van-e egy egységes nyelv, van-e sajtó, van-e kommunikáció. Ha ezek nincsenek, akkor kihaltnak lehet tekinteni egy nyelvet, de valószínűleg azért ez nem ilyen egyszerű. Bocsánat, sokat beszélek. Az lenne a kérdésem, Szena, hozzád, hogy te Gánában születtél, és hogyha helyesen végeztem el a szekunderkutatásom, akkor ott a hivatalos nyelv az angol, viszont emellett nagyon sokféle nyelvet beszélnek ott, és most akkor egy kicsit így a magyar nyelvtől eltávolodva, és úgy általánosságban az anyanyelv kérdésről elmélkedve, hogy akkor végül is mit tekintesz te az anyanyelvednek, hogy mi a te anyanyelved? Ha technikailag nézzük, akkor abszolút a magyar az anyanyelvem, mert az édesanyám Gánába születésem óta magyarul beszélt hozzánk, nővéremmel együtt, ugyanis ő nem beszélt nagyon jól angolul akkor. Úgyhogy abszolút magyar nyelv az születésem óta benne van a mindenembe. De emellett
meg az angol, ugye, mert a környezetemben is amellett az angol nyelv volt nagyon erős. Teljes mértékben kettős anyanyelvű vagyok, mondjuk úgy, ha lehet ilyet mondani. Régen angolul álmodtam, most nem tudom, hogy milyen nyelven álmodom, mert nem gondolkozom. Igen, inkább képekben és érzésekben álmodom, vagy ha szavak vannak, nem foglalkoztat, hogy ez milyen nyelven volt. Nem emlékszem. Még mindig megmaradnék ennél az anyanyelvi kérdésnél, illetve talán annál is, amit már ugye beszélgetés elején felsejtettünk, hogy a változás ez az életünk része, és hogy vannak ezek a folyamatok. Úgyhogy Bence, mint hogy te a Slam Poetry világából érkezel hozzánk, amellyel kapcsolatban én azt gondolom, hogy sok olyan, nem tudom, prekoncepció él a fejünkbe, amiket lehet, hogy érdemes lenne akkor most egyszer és mindenkorra tisztázni itt ezen a színpadon, és... Figyelj, én csak hallottam, hogy dobnak fel ilyeneket is, de hogy szerinted egy Slam Poetry az szétcseszi a magyar nyelvünket? Én most csak képviselek egy ilyen közvélekedést, személyes véleményemtől függetlenül. Mi a véleményed erre? Nem tudom, hogy találkoztál-e, vagy téged így? Hát egyrészt szívemet melengeti a kérdés, nagyon jól esik, és azt viszont nem akarom tagadni, tehát hogy értem, hogy honnan jön ez, vagy miért kérdés ez igazából. Nagyon sok múlik azon, hogy ki áll a színpadon, és ki ad elő szerintem. Bár most ez elég fura, most adtam elő, és most megkérdezik a közönséget, hogy ki szerint csesztem szét ott éppen. Nem tenném meg, mert elvenni az összes önbizalmam, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy szerintem tényleg azon múlik sok minden, és ez talán egy ilyen két pórusú dolog, hogy ki áll színpadra, meg ő milyen céllal áll színpadra. Mert hogyha valaki álljon, akinek van bármiféle előképzettsége, akár mondjuk ugye általában színpadon, vagy mondjuk ugye stand-up, rap, irodalom, meg igazából bármi egyéb műfaj lehet az még mondjuk színház, ami előképzettsége lehet valakinek szerintem, aki színpadra áll, de nem feltétlen kell, bárki színpadra állhat, és ez a... Hát én is itt vagyok. Ez a különleges a Slam műfajában, viszont az azt is jelenti, hogy ténylegesen bárki is jöhet a színpadra, és fog is jönni a színpadra, és ott az eldől, hogy az valami érdekes és értékelhető szöveg lesz a végén, vagy tényleg valami ilyen verbál terrorizmus, amit úgy lehet, hogy nem feltétlenül akarsz végighallgatni, és az is kérdőjel, hogy ő most egy ilyen kifejezetten beszélt nyelvi valamit hoz, ami mondjuk jó példája annak, hogy úgy általában mit használunk egy személyes beszélgetés során, vagy milyen nyelvet használunk egy személyes beszélgetés során, az nyilván tudhatni ott akkor abban a pillanatban is, mondjuk a következő egy-két hónapban, aztán lehet, hogy vagy egy-két évben is, utána már változik a nyelv, ha tele van olyan szlengel, ami éppen nagyon aktuál, de hozhat olyan szöveget is, amit mondjuk az örökké valóságnak szánt, és akkor lehet, hogy az hosszabban kitart. Így módon a válasz az, hogy én szerintem benne van a potenciál, hogy azért taposod is némiképp a nyelven, de az is ott van mellette, hogy egyrészt hülyen ábrázolja, hogy a jelenben az éppen hogy néz ki, meg talán tud némi értéket is teremteni és hozzátenni. Nem egyértelmű válasz ez, de szerintem nem is lehet egyértelmű választ adni erre. Egyetértek veled, és végülis nem csak neked munkaeszközöd a nyelv, hanem Benjamin, te műfordítasz, és itt az intróban említettem, hogy nagyon sok idegen szó gyűrűzik be a nyelvünkbe, ezt főként így a személyes környezetembeni tapasztalásaim alapján mondom. Az érdekelne engem téged, hogy minthogy 25 éve foglalkozol műfordítással alsó hangon, hogyha ezt így jól tudom. Észreveszel olyan tendenciákat, hogy akár már a mai fordításainál vannak olyan szavak, amiket így nem fordítasz le, vagy te hogyan érzékeled így az idegen szavak magyar nyelv kapcsolatát? Az idegen szavak beszivárognak a nyelvbe, és ez örvendetes. Egyébként tulajdonképpen most két embernek kell, hogy beszéljen belőlem. Az egyik az öreg ember, aki nyilván fájlal és utál minden változást. Ezt nem akarom letagadni. A másik pedig a nyelvvel foglalkozó ember, akinek ezt a változást, vagy ezt a folyamatot szemlélnie kell, és tudomásul vennie, mert legalább annyira természetes és gyümölcsöző és építő, mint amennyire az öreg ember számára fájdalmas és taszító. Az, hogy idegen szavak jönnek be, hát ezzel azért nem mondtunk különösebben új viccet. Amióta nyelvek vannak, és amióta népek élnek egymás szomszédságában, azóta cserélgetnek szavakat és kifejezéseket, valamint gondolatokat, szerszámokat, csajokat. Hát ez egy játék.
Van egy lelkes, szerencsétlen asszony, aki kitalálta, hogy csak magyar szavakat lehet használni, nem mondom a nevét, mármint ennek az asszonynak, és könyveket ad ki időnként, illetve folyamatosan frissít egy honlapot, amelyen szerinte nem eléggé magyaros szavak helyett igaz magyar szavakat ajánl. Hát vérfagyasztó. Először is tájékozatlan az Isten adta, úgyhogy nagyon sok szó helyett olyan magyar szót ajánl, amelyiket németből vettünk át, meg szlávból, meg a kutya tudja, hogy honnan. Csak régebben vettük át, és ezért ő megszokta, és magyarnak tekinti. Amit meg a múlt héten vettünk át az angoloktól, hát azt meg utálja, és kígyót békát kiabál rá, és javasol helyette olyanokat, hogy az embernek ketté áll a füle. Lehet egy példát kérni, hogyha most... Hát igen, van egy példa, ami mi gyakran röhögünk, a striptease, ami egy nyilván izgalmas dolog, neki nem tetszik, és helyette, hát kimondani is röstellem, a csurdi tánc. Ugye van ez a szó, hogy csurdi vagy csurdé, ami pucérat jelent. Ráadásul a pucérságnak vannak árnyalatai. Pucér az egy 6 éves kisfiú a patakparton. Egy lány meztelen, hogyha a dolognak a bujaságát és a tulajdonképpen bűnösséget akarom hangsúlyozni, akkor mezítelen. Nyilván érezni a különbséget. Tehát az, hogy na most ez a csurdi szó, ez a kisfiúra vonatkozik. Tehát ez nem arra vonatkozik, arra a striptease táncos nőre, aki nyilván azért van ott, hogy buja gondolatot támaszon bennem. Meg mindenkiben. Tehát ez a magyarítás, amellett, hogy megmosolyogtató, azon kívül használhatatlan, azon kívül még téves is. Hogy az a lány az nem úgy pucér, mint egy 6 éves kisfiú a patakparton. Másért pucér, máshogy pucér. De ez csak egy szó, ez egy vastag könyv, tekintélyes munka. Nem tudom, hogy a kérdésre válaszoltam, mert vannak szavak, amelyeket lefordíthatnék, azokat én lefordítom. Lehetséges, hogy ez már régies. Vannak szavak, amiket nem lehet használni. Mondok még egy példát, ez ebbe a pillanatban jutott eszembe, de szemléletes lehet. Én biciklizek sokat. És a Szabadsághegyen, Jánoshegyen, ahol szoktam biciklizni, ott van egy állandó konfliktus a sétáló idősebb emberek és a biciklisták között, akik eszementen zúgnak le a hegyről, és tényleg veszélyesek. És egyszer én pont egy ilyen konfliktusba értem oda, egy idős házaspár ordítva bírált egy fiatal srácot, aki pedig magából kikelve hát szitta őket, majdnem elütötte az öreg a botjával, fenyegetett. És hát leszálltam, mert mind a két helyen érdekelt voltam, egyrészt vén ember vagyok, másrészt meg biciklivel jöttem, tehát mind a kettő féltől számíthattam valamelyes rokon szemre. És végül is a közbelépésem eredményes volt, az öregek elsétáltak, és én ott maradtam ezzel a sráccal, és megpróbáltam vele megértetni, hogy ez tényleg borzasztó, amit művelnek, hogy ott zúgnak le a keresztbe az úton. És azt mondtam neki, hogy hát látod, én is biciklista vagyok. És abban a pillanatban megakadtam, mert ezzel, hogy biciklista, ezzel a szóval azt is elárultam, hogy 65 éves vagyok. Ma már nem mondják, azt mondják, hogy biciklis. A biciklista az rég volt, amikor a bicikli még új volt, ahogy nem mondják a masinistát, nem mondják a forgalmistát nagyon. Valahogy ez a képző, vagy ez a toldalék, ez eltűnt. És azzal, hogy biciklista vagyok, azzal nem azt mondtam, hogy biciklista vagyok, hiszen azt látta, ott volt a kezemben a biciklim, azzal azt mondtam, hogy 65 éves vagyok. Érthető, hogy ezt most miért mondtam ide, ezt a látszólag távol eső dolgot? Megint sokat beszélek, kérdezz valami mást. Azon gondolkoztam, hogy kéne csinálni így közösen egy ilyen Facebook csoportot, hogy mentsük meg ezeket a szavakat, vagy valami ilyesmi. És nem akkor... kell megmenteni. Ez a dolog változik. Nem fájlalod? Nem. A nyelv változik, illetve bocsánat, fájlalom, és pontosan ezt a szót használtam az előbb, de fájlalom. De tudomásul veszem azt, hogy a nyelv változik, és én ezen a változáson szánkázom vele. Legalább olyan élvezetes. Van, amit utálok. Nekem ehhez még fel kell nőnöm, hogy így el tudjak vonatkoztatni a személyes ösztöneimtől, és ezzel ellentétes folyamatokba is bele tudjak helyezkedni. Vannak rettenetes változások.
amit például én azt gondolom, hogy, hogy valamiféle szolgalelkűség, vagy tájékozatlanság, vagy felszínesség van mögötte. Amikor úgy veszünk át valamit mondjuk az angolból, hogy volt rá jobb magyar, és könnyelműen dobjuk oda a jobb magyart, és használjuk a lagant és felszínes és körülíratlan angolt. Amikor ugye van ilyen kifejezés, hogy hát nagyon jó lenne nekem egy Rolls-Royce autó, de nem engedhetem meg magamnak. Tehát ha nem engedhetem meg magamnak. Manapság eltűnt a magamnak, és azt mondják, hogy hát én ezt nem engedhetem meg. Ami nyilvánvalóan az angol effortból van, ami önmagában jelenti azt, hogy megengedni magamnak. Tehát az angol nem teszi utána hozzá azt, hogy myself. És ezt elhagyják naponta hallani rádióban, közbeszédben, hogy hát a szülők manapság nem engedhetik meg. Na most ezt kár volt elhagyni, mert hiányzik onnan a magamnak. Vagy azt mondják, hogy hát ez a legszebb lány valaha. Ami angolban a mondat végére kirakott ever. A valaha látott legszebb lány, a valaha olvasott legizgalmasabb könyv. A legizgalmasabb könyv, amit valaha olvastam, nem, ez a legizgalmasabb könyv valaha, mondja könnyedén, én meg sikítok. Na, befejeztem. Mielőtt még megkérdezem a saját kérdésemet, én látom, hogy itt a mikrofon előtt áll egy lelkes kérdező, úgyhogy parancsolj. Én csak annyit szerettem volna kérdezni, hogy ugye van ez a változás, amit tudomásul veszünk, fájlalva megfigyelünk, de hogy nem pont ez az, ami a kihalása a nyelvnek. Mert ugye bejönnek ezek, amit az előbb említett, ezek a változások a szórendben, a változások a toldalékolásban, a kifejezésekben, és hogy pont ettől veszítjük el a nyelvünket. Szerintem mit gondolsz erről? Ja, egy nagyon picit elkalandozott az agyam, miközben kérdezted a kérdésedet, de igen, az újítások, megmondom, hogy min kalandozott el az agyam mindjárt, de az újítások és a változások azok kivéthetetlenek, és lehet, hogy valamilyen módon kihaláshoz vezetnek, de egy ilyen teljes kihalástól azért még nem félnék a magyar nyelvvel kapcsolatosan, meg szerintem egy kicsit túl büszkék a nyelvre a magyar emberek, hogy engedjék, hogy teljesen szét legyen taposva, de azon kalandozott az agyam, hogy Gánában több mint 50 beszélt nyelv van egy helyen. Azért tudod, Afrika felszabdalták úgy, ahogy jól esett, és nem figyelték, hogy kik vannak ott abban az országban. Nagyon-nagyon sok nyelvet beszélnek, az angolok jöttek, hivatalos nyelv az angol, de ez nem nagyon építette össze a kapcsolatrendszert az országban lévő népek között, hiszen nem mindenki jár iskolában, nem tudják beszélni, ilyesmi. És van egy nyelv, ami megszületett, Pidgin English, úgy hívják, vagy Broken English, összetört angol, vagy tört angol, vagy Pidgin angol, ami nem jut eszembe, hogy mi a Pidgin, tudod? A galamb. Az. és ez egy olyan nyelv, ami angol gerince van, de úgy, ahogy hallottak szavakat, azok hallás alapján használva az angol, és összekeverve helyi nyelvekkel, és ez egy olyan nyelv, ami olyan gyorsan változik, hogy eljövök Gánából, egy évre rá visszamegyek, és van több kifejezés, több szó, ami már benne van, és meg kell tanulni, és nagyon jelen kell lenni, hogy tudjad követni, hogy mennyire gyorsan változik ez a nyelv. Bence? Ezen kalandoztam. A Pidgin English. Van egy barátom, ő a Tarzan English tanosította meg, ő 20 szót tud angolul, de azzal mindent le tud kommunikálni, és zseniális. És az a nyelv nem változik, ugyanaz a 20 szó, és az nem fog kihalni Tarzan English for life. Hát köszönöm szépen, hogy adtál egy ilyen ellenpéldát is, hogy van, ami örök és állandó ebben a folyton változó világban. Igen? Hozzáteszem még, hogy a Pidgin English viszont képes arra, amire a helyi nyelvek önmagukban nem, az angol nyelv önmagukban nem, és pont a dinamizmusának és a nagyon-nagyon gyors, rapid változása miatt nagyon is összefonja a sok-sok népet, és igenis használva van a kommunikációban, és van egy ilyen közösség, teremtő ereje akkor, hogy bárki be tud csatlakozni. Több, mint a szleng, több, mint a nyelv, és mindenki valahogy rá tud hangolódni. Uh-huh. Mondok egy bíztatót is, aki nagyon megijedt attól, hogy kihal a magyar nyelv. 95-ben
véletlenül éppen akkor jártam Dániában, amikor megjelent a Windows 95-ös operációs rendszer. És rettenetesen hirdették, tele voltak az utcák a Bill Gatesnek a képeivel, hogy ott mosolyogva tartja ezt a dobozt. És az első 6 nyelv, amin a Windows 95 megjelent, az első 6 nyelvben ott volt a dán. És azok vannak 4 millióan. Most mi meg vagyunk hát itt a határok között mondjuk 9,5 millióan, és hát beszélünk arról, hogy még azért laknak máshol is. Szóval olyan nagyon nem kell félni, a magyar nem kicsi nyelv. Van még egy kérdezőnk, úgyhogy szeretettel adom át a szót. Köszönöm szépen. Igazából nekem két kérdésem is lenne. Az első főképp talán Szenához a két anyanyelvűséggel kapcsolatban. Ugyanis nekem van két kicsi unokatesóm, akik külföldön laknak, és ő, hozzájuk az apukájuk beszél csak magyarul, de angol anyanyelvű országban laknak. És ahogy most több időt töltöttem velük, rájöttem, hogy ők tudnak magyarul, viszont úgy az igazi magyar anyanyelv talán számukra más. És amikor hazajönnek Magyarországra, akkor ismerik a nyelvet, de mégsem egyúttal, mert a szókincsük nagyon limitált, ha szabad így mondani, és azt szeretném kérdezni, hogy neked volt ilyen élményed? Abszolút, még mindig úgy tartom, hogy bár egészen megbővült a szókincsem, 20 éve élek itt most Magyarországon, azelőtt már törtem egy kicsit a magyart, mikor ide költöztem. Valahogy én nem olvasok regényeket magyarul, mert nagyon-nagyon nehezemre esik, mert nekem ahhoz, hogy értsem, élvezzem, és az egész értelem így összeálljon nekem, még mindig az angol az erősebb. Leülök dalszöveget írni, automatikusan angolul működik az agyam, mert ez valahogy erősebb, hiába az anyám magyarul beszélt hozzám. Ő nagyon igyekezett megerősíteni azzal, hogy nagymamám küldött tankönyveket, és a negyedik általánosig a helyesírást meg a nyelvtant, azt próbálta jó erősen belénk verni, valamennyire sikerült is, azért egy helyesírási versenyt nem fogok megnyerni ma, valószínű soha, mert annál lustább vagyok, hogy most nagyon rájak, hogy gyakoroljak, vagy csak nem érek rá, vagy nem annyira fontos jelenleg így az én működésemben. Szerintem akárhogy is lesz egy erősebb, vagy így a gyerekek így választanak, az én gyerekeim, én is azt figyelem, én angolul beszélek hozzájuk, az apjuk magyarul beszél hozzájuk, a környezetük ugye magyar, de igyekszem őket, mindig elviszem őket bemártogatni Gánába egy kicsit, hogy a helyi nyelveket is hallják, meg az angolt, meg a mindent, úgyhogy az is ragad rájuk valamennyire, de magyarul erősebb a lányom. Ő, neki magyar az anyanyelve, hiába én angolul beszélek hozzá. Szóval ez így, nem tudom, hogy ez milyen szabályok alapján működik, de szerintem az ember valahogy tendál egy nyelvhez, még hogyha több nyelvet is beszél. A második kérdésem, ha még feltehetném, az pedig a nyelvváltozás per kihalással kapcsolatos lenne, és igazából egy személyes dilemmán alapul, ugyanis ugye voltam több ideig külföldön, ott angolul beszéltünk, és ez nagyon megszerettette velem a magyart, még inkább talán a hiányérzet, és így igyekeztem mindent magyarul elolvasni, könyveket, történeteket. Viszont volt olyan eset, amikor annyira számomra furcsán volt megfogalmazva a magyar szöveg ilyen újított nyelvvel, hogy inkább azt mondta, hogy én ezt nem bírom elviselni, elolvasom inkább angolul, mert az nem fáj. Ilyenkor mi a helyes döntés, ha van ilyen? Ragaszkodni az újított magyarhoz, vagy inkább akkor elengedni? Nincsenek ilyen kánonok. Az ember olyan szavakat használ, amilyeneket akar. Aztán csinál szavakat, hogyha akar. Attól is bővül a nyelv. Nekem volt egy ilyen történetem, valamit fordítottam, és volt egy szó, aminek nem jutott eszembe a magyar, hogy mondják ezt magyarul. És ott hipródtam, kimentem kávét főzni, hogy az Istenet, nem tudom. És felhívtam egy műfordító barátomat, hogy te, mi az magyarul? És valahogy neki is begörcsölt ez a dolog, és azt mondta, hogy hát találj ki egy szót. És ez nekem egy reveláció volt, hogy hát végül is tényleg, hát ki találjon ki szavakat, ha nem egyrészt a műfordítók, másrészt pedig nem maguk a magyarok. Az ő nyelvük, ők csinálták, meg ők használják. És akkor kitaláltam egy szót, meg közben ő is kitalált egy szót, elküldte e-mailen, és akkor az egyiket végül is használtam.
Van olyan, hogy valami rosszul van lefordítva, vagy rosszul van megfogalmazva. Nem minden magyar ember tud magyarul. Ez egy óriási tévedés. És hogyha valakinek egyértelmű válik, hogy ez a szöveg akár magyar, akár nem rossz, akkor ezt el kell dobni a francba. Mi volt az a szó, az a kérdés? Középkori hadseregek nyomában járkált egy ilyen nagyon színes, nagyon fegyelmezetlen társaság, lacikonyhások, patkolókovácsok, seborvosok, kurvák, markotányosok. Szóval ez a gyülevész had, hogy ezt hogy hívják? Tudja valaki? Nem. És akkor nem emlékszem, hogy melyikünk találta ki azt, hogy hadvég, meg azt, hogy seregfarka. De tényleg... Sereghajtó. Nem, a sereghajtó az tök mást jelent. A sereghajtó az az, aki... Az előbb bátorította, hogy szabadon választhatok, vagy... De ez már foglalt. Jó, én átadom a szót akkor a kérdezőknek, azt hiszem. Hello, my name is Isaac. I'm from Ghana, and since we are talking about Ghana, I needed to just show myself that yes, a Ghanaian is also in the house. That's all. Thank you. That's awesome. And wait, Isaac, what language do you speak? Where are you from? I'm from Kumasi and so you speak Takoradi. She and Fanti. Oh, Michi na say that but still. Now what you saying? Oh, me who ye? Yeah, the radio. Miss me who ye pa? And then na who ye waha? Miss Nia dia wo Miss Scotch University. Sir, please do the pigeon English. The pigeon English because then we can connect. This is Chi. Language is Chi of the Ashanti people, which is also something that I just picked it up. Because you hear it so much, it's one of the biggest tribes in Ghana. Yes, so yes. I grew up in Accra, which is a Ghana-speaking community, but I heard more Chi, so my Chi is, I can say hello. Maybe they don't understand like what you are saying, so maybe. It doesn't matter. We are not here to you, don't worry. Yeah. So thank you. I just wanted you to know that I'm a Ghanaian, I'm in the house. Thank you. So, nice to meet you. I'll link up. Bence, én egy kicsit szeretnék hozzád fordulni, mert beszéltünk arról, hogy van szabadságunk, hogyha arra kerül a sor, hogy milyen nyelvet választunk, és azt gondolom, hogy erről a szabadságról talán senki nem tud olyan kifejezően beszélni, mint egy slammer, aki tényleg ilyen szabad verselési formákat és szabályos előírásokat megtörve használja ezt az anyanyelvi kommunikációs eszközt, és engem az is nagyon érdekel, hogy te hogyan tekintesz a nyelvre, neked ez inkább egy ilyen eszköz, vagy cél? Illen azzal kezdeni, hogy elkezdem megválaszolni a kérdést, de 20 perce bennem ragadt az, és ez muszáj, azt hiszem most már, igen, hogy mi nem tapasztaltunk olyat, hogy megszűnnének kifejezések, dehogy nem. Hát én 28 vagyok, én MSN-en kezdtem a kommunikációt online, és a rezgő figyelmeztetésnek a jelenléte nekem annyira hiányzik egyébként a mindennapjaimból, hogy valahogy emiatt veszek nagy levegőket. Az, hogy eszköz és cél a magyar nyelv, nyilván munkaeszköz, mert hogy azon a nyelven írja az ember a dolgait, vagy hát én azon a nyelven írom a dolgaimat, de hogy lehet ez cél? Hogy lehet ilyen személyes cél, hogy én a magyar nyelv nagymesterévé váljak? Ez a veszély szerintem nem feltétlen fenyeget engem. Az, hogy legyen közvetlen hatásunk azokra, akik hallgatják a szlemet, hogy esetleg beépüljön valami az aktív szókincsükbe, ez meg szerintem nem ilyen kifejezett cél se nekem, se bárkinek, aki színpadra szlemelni, de lehet egy ilyen közvetett hatása talán. Talán azt értettem a cél alatt, hogy így mit is meg nem lehet csinálni a magyar nyelvvel. Vagy... Ja, hogy így arcoskodni, hogy hát ezzel így lehet zsonglőrködni meg. Abszolút nem pejoratív értelemben, de hogy igen. Ja, az arcoskodás volt az első szó, ami eszembe jutott, úgyhogy csak azért mondtam. Az lehet, hogy van ennek egy ilyen esztétikai funkciója, hogy egyébként szépen csengenek, bonganak ezek a szavak, hogyha ügyesen rakják egymás után sorrendbe őket. Csak ott általában a mondani valót szokták. Kárára. Igen. De van, ami csak jól hangzik, és úgy elvájból rajta az ember a harmadik rozéfröccs után. Abszolút látom, annak is a funkciója. Van is funkciója. Van még egy kérdezőnk?
Igen, egy tapasztalatot szeretnék megosztani, illetve ezzel kapcsolatban is egy kérdésem. 10 pár évvel ezelőtt a családommal közel egy évet töltöttem Ausztráliában, ahol természetesen találkoztam az ottani magyar közösség nem egy tagjával, mindenféle korból kivándorolt emberekkel. Azok, akik annak ellenére, hogy otthon tökéletesen magyarul beszéltek, a középkorúak, tehát a 30-40 évesek, viszont az ő gyerekeik az angol nyelvű oktatásba kerültek be, és ők lényegében elkezdték elveszíteni a nyelvet. És számomra ez ott tudatosult, hogy miért van az, hogy a határon túliak, mondjuk amikor akár a Felvidéket nézzük, akár az Újvidéket, akár Erdélyt, hogy ugye nagyon-nagyon erősen harcolnak azért, hogy az oktatás nyelve legyen magyar. Mert ott, illetve hát ugye az istentiszteletek nyelve legyen magyar. Mert én azt éreztem, hogy egyetlen generáció elég ahhoz, hogy kihajjon egy nyelv, hogyha az oktatás nyelve vagy az istentisztelet nyelve az meg fog változni, hiszen ők a környezetük, egyébként meg is kérdeztem egy 10 éves kisfiút. Mit gondoltak erről? Az oktatás az kulcsfontosság. Nagyon-nagyon számít, ott tanulsz meg olvasni, írni, felnőni, be vagy rakva egy iskolába, és az a környezet elkezd formázni nagyon intenzíven téged, és azon a nyelven, amin tudsz a társaiddal kommunikálni, az elkezd dominálni, mert velük vagy aztán a legtöbbet, egész nap ott vagy gyakorlatilag, és a szüleid meg csak lecsesznek, mert nem mosogattál el magyarul. Viszont, hogyha megengeded, akkor én nekem még annyira egy ilyen beleszorult érzésem van, mint amit te 20 percig őrizgettél, és hogy mint hogy a beszélgetésünknek lassan a végére közeledünk. Én azt gondolom, hogy érintettük azt, hogy milyen büszkeséggel állunk akár az anyanyelvhez. Engem még az érdekelne, hogy szerintetek ez az egész beszélgetés, ez releváns volt? És most arra gondolok, hogy vannak ezek a különböző technológiai vívmányok, és most akár a Google fordítóra gondolok, ami jelenleg még csak egy ilyen mobileszközünkön keresztül elérhető segítség az ilyen nyelvi korlátok leküzdésére, de én nem gondolom, hogy a nagyon távoli jövő, hogy ez már ne csak egy ilyen bepötyögöm, és akkor megmutatom, hanem akár ilyen mindenféle mesterséges intelligencia eszközök formájában így kvázi kiveszik majd a szánkból a szavakat. És Benjamin, mi erről neked a véleménye? Ezt a kérdést úgy is fel lehetett volna tenni, hogy elveszed a munkádat? Nem. Úgy is fel lehetett volna tenni, hogy a műfordítás kivésze vagy sem. Van egy nagyon érdekes mondat, vagy gondolat. Az írók és költők, azok ugye a nemzeti irodalmakat csinálják. A világirodalmat a műfordítók csinálják. Ugye, hagyok egy kis időt. A kérdés az, hogyha csinálnak egy tökéletes fordító programot, amelyik valóban átveszi a munkámat, meg a többiekét, Bartos Tibor munkáját, meg Bart Istvánét, akkor jó, hát akkor persze mi ilyen halunk, ez egy másodlagos kérdés. Jó, hogy fényképészettel is foglalkozom. Én mindennel. Biciklizek is. Biciklista vagy? A másik, ennél fontosabb kérdés az, és szerintem erre felé is vezet egy út, hogyha csinálnak egy olyan lehetőséget, hogy az ember egyik napra a másikra tökéletesen megtanuljon egy nyelvet. Be lehet itt ilyen USB-s modulit bedugom, és akkor szó a héli. Tehát, hogy egy ember képes megtanulni 67 nyelvet belátható idő alatt, mondjuk egy hét alatt. Akkor mi lesz a világirodalommal? Tehát, hogyha valaki képes elolvasni egy afrikai szerző regényét, egy dél-amerikaiét, egy oroszét, egy kínaiét, akkor milyen kép alakul ki a fejében a világirodalomról, illetve mennyiben különbözik majd ez a kép attól, hogyha most elolvassa ezeket a könyveket, szép ékes magyar nyelven lefordítva. Na, ezen lehet gondolkozni. Most az, hogy a Google fordító egyébként ostoba, sokkal jobbak vannak. Van ez a DeepL, ez a nyilván Deep Language, ilyesmit lehet jelenthet, DeepL, így egybe. Egészen profi. Nyilván nem lehet szép irodalmat rábízni, de egy szakkönyvet simán lefordít körülbelül 4,5 másodperc alatt, annyira, hogy oda lehet adni egyetemi hallgatóknak, és lehet, hogy néhol elmosolyodik, hogy milyen hülye szavakat használ, de kifogástalan. És hát mióta foglalkozunk a gépi tolmácsolással? Mondjuk azt, hogy néhány évtizede legjobb esetben.
Tehát 20-30 év múlva nagyon könnyen elképzelhető, hogy lehet adni egy ilyen motornak, egy ilyen gépnek olyan feladatot, hogy fordítsd le úgy, mintha Bartos Tibor fordította volna Dos Passosnak az Amerikáját. Na, szóval ezek sokkal izgalmasabb kérdések, mint az, hogy az én szakmámban mi lesz, meg velem mi lesz. Ez érdektelen. Én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és szeretnék kérni egy hatalmas tapsot Bárány Bencének, Szena Dagadunak és Makovec Benjaminnak.